Minecraft, de mi ez a szigony? Ebben a videóban egy pici szigonya fogunk kezdeni, amelyet folyamatosan fejleszteni fogunk tudni, viszont ahhoz, hogy ezt fejlesszük, ahhoz különleges tárgyakat kell majd, hogy megcsináljuk, illetve épületeket kell majd megtalálnunk. Vajon milyen képességeik lesznek a fejlett szuper szigonyoknak? Le fogjuk tudni győzni a sárkányt, majd utána a Poseidon főgonosz? Illetve meg fogjuk tudni kraftolni Poseidon szigonyát? Ez a videó végére kiderül. Oké, szóval itt spanoltunk egy szavannába, és ahogy nézem, itt van egy falu is a közelben, ami nagyon-nagyon jól jön nekünk, és láthatjátok, hogy az inventorinkban itt van egy ilyen picike kis szigony. És itt a szigony az igazából nem jó nagyjából semmire, tehát ezzel még a mobokból is alig sebzünk vele valamit, konkrétan egy sebzése van, tehát ugyanannyit sebzünk vele, mint a kezünkkel. Viszont ezt a kis szigonyt, ezt fogjuk tudni fejleszteni különleges módokon, és az első fejlesztését azt mindjárt megmutatom nektek, hogy hogyan kell, de előtte szerintem vágok egy kis fát és csinálok egy kőszetet is. Na, készítettem egy jó adag fát, ennek a felét mondjuk átalakítom deszkával. És ha megnézzük a crafting table-t, akkor láthattok itt rengeteg egyedi itemet, amit meg fogunk tudni majd csinálni. Hát igen, nagyon-nagyon drágán, tehát gyémántból, meg ilyen egyedi ércekből. És ezt nézzétek, milyen szigonyok lesznek a jövőben, ilyen kígyózó, hosszú szigonyok. Még majd sima szigonyt is tudunk csinálni, de első körben ahhoz, hogy sima szigonyt csináljunk, az kell majd egy ilyen közepes méretű szigony, és nekünk még csak a pici van meg. És ahhoz, hogy a pici szigonyból már nagyobb legyen, ahhoz kell majd csinálnunk egy ilyen akváriumot, és ezen az akváriumon fogjuk tudni megnöveszteni. De hát ahhoz pedig kellene majd még csontliszt is, szóval most sok mindent össze kell, hogy gyűjtsünk. Na mindegy, szerintem egy kőszettel fogok kezdeni. Itt van egy ilyen kisebb bánya, jaj, itt azért nem kell annyira leugrálnom, én ezt szerintem összedek annyit, amennyi egy kőszetre elegendő lehet. Oké, így a kőszettemben meg is vagyok, a pici szigonyt azt egyelőre nem fogom használni, mert még a kőkard is többet sebez ennél. Hát aztán csak egy kemencét is, mert úgy mindig többet szoktam gyűjteni, hogy legyen egy kemencére is. És ahogy láthattátok, ez az akváriumhoz kell 8 darab üveg, és pont itt vagyok az óceán partján, szóval szerintem összeszedek innen annyi homokot, amennyi elegendő lehet erre. És ezeket ki kellene sütni, mondjuk szerintem nincsen hozzá, de nem baj, akkor majd fával kisütöm. Viszont itt láttam egy falut, igen, és akkor onnan tudnánk szerezni mondjuk megfelelő mennyiségű kaját, és akkor lehet, hogy nem kéne megölnem ezeket az állatokat. Oké, hello falus, itt van egy Iron Golem is, amit amúgy lehet, hogy meg kellene, hogy jöjjünk, sőt, szerintem meg is támadom. Gyere, Iron Golem! Oké, valahogyan biztonságban kell most helyeznem magamat, nehogy megöljön. Jó van, 5 darab vasat dobott az Iron Golem, akkor tudok is csinálni egy pajzsot, hogyha szeretnék, ez amúgy megvédene minket az éjszaka folyamán. Mert ugye már mondtam, hogy kelleni fog majd nekem csontliszt is, jó van, amúgy közben berakom rakni a homokokat sülni. Igen, az akváriumot önmagában hiába kraftoljuk meg, mert csontlisztre is szükségünk lesz, szóval a skeletonokat kellene majd ölnünk, viszont ahhoz meg kell várnunk az éjszakát, és azért ez nem lesz annyira veszélytelen egy páncél nélkül. Nyilván ez a pajzs azért valamennyit fog segíteni. Oké, hát összegyűjtöttem egy jó adag szalmabálát, igazából nem hiszem, hogy külön szalmabálára szükségem lenne, szóval szerintem átcraftolom az összeset kenyérre. Nem tudom ebből mennyi kenyér jön ki, hát több mint egy stack, igazából egy stack plusz kettő, és szerintem ez elég is lehet a videó végig. Ú, de ott még van szalmabála. Szóval ameddig süljenek ezek az üvegek, addig szerintem kiszedem azokat a szalmabálákat is. Oké, és meg is van a megfelelő mennyiségű üvegem ahhoz, hogy csinálják egy ilyen kis akváriumot, csak így körbe kell tennünk ezeket az üvegeket. És ez az akvárium, ez egy ilyen blokk, amit le tudunk itt tenni ide. És ennek a tetejére ezt a pici szigonyunkat rá tudjuk ültetni, mint egy ilyen növény, és hogyha ezt megcsontlisztezzük, akkor kapjuk meg a közepes méretű szigonyt. És ha az meg lenne, az nagyon jó lenne, mert abból pedig már meg tudnánk később kraftolni a nagy szigonyt is. De nem baj, ameddig nem lesz este, addig itt megpróbálok körülnézni ebbe a faluba, hát ha itt találunk valami olyan dolgokat, amik hát hasznosak lehetnek, igazából csak papír darabok vannak, szóval ezek nagyon nem hasznosak. Mondjuk egy ágyat azért elhozok magammal, mert az elég hasznos lehet, hogyha mondjuk random való éjszaka van, és akkor kellene aludni, megmentsük magunkat. Például ez most éjszaka is amúgy eléggé jól jött nekünk. Meg úr, Isten, milyen bánya van itt, Jézus, most ott van vas is. Ú, hát azt nem tudom, hogy ezt a vasat még ki tudom eszedni, mielőtt beestelednem, mert azért óvatosan kellene itt bányázgatnom. De azért, nem is tudok lemenni innen, Jézusom, kellene egy vödör ahhoz, hogy innen lemenjek. De úgy van pont 4 vasam, szóval lehet, hogy kellene csinálnom egy vödröt. Oké, csinálok egy vödröt, szerintem ez amúgy egy jó befektetés ahhoz, hogy lemehessek ebbe a gigantikus bányába. Jézusom, mi van itt mellettem? És akkor ezt innen leeresztem, és majd akkor ezzel fogok visszaereszkedni. Ott is látok még vasat, meg szenet is, meg mindent. Ez egy egész aranybánya, már nem úgy értem, hogy aranybánya. Csak a lényeg, hogy megéri ide lejönni nagyon. És ott látok csontvázat is, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy meg se kéne várnunk az éjszakát. Hogyha az a csontváz az ott dobna nekünk valamennyi vasat, az nagyon jó lenne. Ahova én nem látom. Jó, támad rám a csontváz. Gyerünk, gyerünk, és nem dobott csontot, viszont. Jaj, de ott van még egy, oké, oké. Egy ilyat dobott csak az előző, ami igazából hasznos lenne alapból, de nekünk most pont csont kéne, és ez az megvannak a csontjaink. Ez azt jelenti, hogy most viszont nem is kell megvárnunk az éjszakát, hanem tudunk aludni egyből. Viszont valamennyi vasat is azért innen kiszedek. Meg hát azért szenet is, hogyha már itt vagyok. Ott látok még több vasat, azért az eléggé veszélyes helyeken van, itt is van amúgy még több. És most már kezd is beestelni, szóval itt alszok egy első éjszakát szerintem. Így viszont meg tudjuk azért menteni a falunkat, meg ilyen dolgainkat. Most ott is van még vas, amúgy a következő szigonyhoz is majd vasra lesz szükségünk. Nem baj, itt még kibányászok néhányat, aztán szerintem megyek felfele.
Jaj, Creeper! Isten, most ez majdnem megölt engem. Épp hogy észrevettem csak a kamerám sarkába, azért jobb, hogyha odafigyelek, mert nagyon a játék elején vagyunk, és mi nagyon gyengék vagyunk. Oké, van nálam egy 12 vas, hát ez nyilván egy kezdésképpen amúgy elég lehet körülbelül, szóval felúszok ezen a vízesésen, amit itt hagytunk. És most teszem, hogy az egyik kraftoláshoz is kelleni fog nekünk vizes vödör, szóval ez duplán megérte, hogy ezt megcsináltuk. Oké, szóval leültettük ide ezt a kis pici szigonyunkat, és hogyha átkraftolom ezt így csontliszté, és megcsontlisztetem, igen, akkor ez ki is törik, és meg is kapjuk belőle a közepes méretű szigonyt. És azért nagyon jó ez a közepes méretű szigony, mert ezt fel tudjuk használni egy kraftolásra például, a normális szigonynak a megkraftolására, ami pedig eléggé jól jönne nekünk, mert ebből pedig meg tudjuk csinálni a következő dolgainkat. De első körben ezt ki kellene sütnöm néhány vasat még. Illetve kell az egy vizes vödör is, de amúgy ezt az előbb megcsináltam, szóval ezzel most nagyon jól jártunk. Na mindegy, amúgy közösen kidobom az ilyen felesleges dolgaimat, hát erre a szénre nincs szükségem. És igazából már nem lesz szükségem csontra se, meg csontlisztre se, szóval most már csak a lényeges dolgokra fogok fókuszálni. Jó van, ebből akkor meg tudjuk csinálni a következő szigonyunkat, ami amúgy a normális szigony, és ez nagyon-nagyon nagy előny számunkra. Nem azért, mert fegyverként használnánk, amúgy 9-et sebes, szóval ez viszonylag egy erős fegyvernek számít, de itt most nem ez a lényeg, hanem az, hogy egyrészt ennek a szigonynak a segítségével igen, meg tudjuk csinálni az első szuper szigonyunkat majd, de láthatjátok, hogy ez gyémánt kell. Viszont van még egy kraftolás, mégpedig ez a szigony csákány, amihez kell 3 darab vas, akkor ezeket is megvárom, míg kisülnek, sőt, ezt már azonnal meg is tudom csinálni ebből. Így négy tudunk csinálni egy szigony csákány, de persze a sima szigonyunk megmarad, mert ez majd kell a következő szuper szigonyhoz is, és ez egy nagyon erős csákány. Van egy olyan képesség, hogy ki lehet vele lőni egy ilyen csákány lövedéket, ami kitör rengeteg követ maga előtt, és itt föld volt előttünk, úgyhogy ezt nem nagyon tudtam nektek demonstrálni. De mindegy, valamennyi vasat még kisütök, és visszamegyek majd utána a bányába, és akkor majd meglátjátok, hogy milyen képessége van ennek. Ezekből a vasakból mondjuk csinálok egy vasbaltát, meg mondjuk egy vascipőt, nem tudom, most így random ezeket találtam ki, igazából nem rossz, ezzel egy picit előrébb kerültünk. Nem tudom, hogy maga a szigony csákány önmagában milyen gyorsan szedi a blokkokat. Hát annyira gyorsan nem, úgy nem, ennek inkább a szuper képessége lesz az, ami durva lesz. Az akvárium, ez igazából erre az akváriumra már nem lesz egyáltalán szükségem, szóval ezt igazából itt is hagyhatom, mert ez csak a kezdő szigony megnövesztésére volt jó számunkra, a későbbiben nem veszik hasznát, mindegy, veszek innen egy újabb vizet, és akkor visszamegyek ebbe a bányába, hogy demonstráljam, hogy mit tud ez a brutális csákány. Oké, szóval ha jobb kattintunk ezzel a csákány, akkor kitör előttünk egy ilyen eléggé nagy területet, és hát láthatjuk, hogy ezt eléggé gyakran tudjuk például használni, és hogyha így lemennénk nagyon mélyre, hát a emberek, akkor nagyon-nagyon gyorsan tudnánk bányászni, akár gyémántot is. Hát most eléggé magas szinteken vagyunk, itt 42-es szinteken, úgyhogy ez a szuper képesség most itt annyira nem jön ki még durván, de nem olyan, hogy csinálok valamennyi botot és fáklyát is, és szeretésem úgy tömegesével tudunk így kibányászni nagyon gyorsan akár, és itt találtam valamennyi vasat, és hát akkor ezt így most így nem tudom, hogy kibányáztam, és úristen, egyre mélyebbre megy le, hogyha például ebből a szögből lökjük. Ja nem, hogyha folyamatosan nyomva tartom, akkor még mélyebbre tud minket levinni. Jézusom, nagyon mélyre lement ez itt most. Meg is telt az inventory most követ, de ahogy nézem, maga a szigonycsákány nem tud kiszedni blokkokat, ahogy láthatjátok, nagyon lassú, hát körülbelül olyan, mint egy kőcsákány, szóval kell majd csinálnom egy vascsákányt is, sőt, amúgy minek szedem itt most ki ezeket ezzel? Csak ide kilövöm ezt a csákányt, és így ki is szed minden nekem automatikusan. Hát ez valami nagyon jó. És már is Deep State szintjén vagyunk, sőt, itt van lazurit is, és lazuritra egyébként szükségem lesz, szóval szerintem ki is szedek egy lazuritot innen azonnal. Még vasra is még szükségem lenne, hogy azért csináljak egy teljes vasszetet, meg ilyeneket, szóval nem tudom, így lehet kicsit elások ebbe az irányba. Aranyat is találtunk, nagyon jó, mert aranyra is szükségünk lesz, és valamennyi aranyat ki is ütött nekünk ez a cumó. És redstone-t is találtunk, és redstone-ra is szükségünk lesz nagyon király, már csak gyémántot kéne találni, meg amúgy több lazuritot is, mert lazurit vagy lazurit blokkot kell majd ott csinálni. Oké, kisütve néhány vasam, igazából csak egy vascsákányt kéne első körbe csinálnom, az nagyon megkönnyíteni a dolgomat. Meg hogyha már így meg vagyok, akkor szerintem egy vas ásót is csinálok, mert pont annyi botom van így. Így né, ezekkel a fejlesztésekkel meg is vagyok, és ezeket a kőcucokat, amit ki kéne dobálnom, de valahogy úgy, hogy ne vegyem őket újra fel, mert ezekre már semmi szükségem nincsen. Most kigyűjt meg én 5 darab vasam, ebből csak mondjuk egy vas sisakot is, és szerintem megyek mélyebbre bányászni, meg amúgy így most már több aranyat is ki tudok szedni, mert van végre vascsákányom. Van itt még több lazurit, ez nagyon jól jön nekünk, mert lazuritba egy lazurit blokkot kell majd csinálnunk, sőt, szerintem még többre is lesz szükségem. Hát kiszedem az összeset, ami itt van, az a legegyszerűbb. Itt viszont egy ilyen óriási kanyon van, meg minden. De lehet, hogy le kéne nézni, mert ott lehet bárhol egy gyémánt, az a baj. Na mindegy, szerintem inkább megyek tovább egy ilyen mesterséges útvonalon, mert egy picit nagyobb biztonságban érzem azért magamat, és így is fogunk tudni előbb-utóbb gyémántot találni, szóval nagyjából mindegy. Úgyhogy most már egyre jobban mélyül, ez már nagyon-nagyon mélyül. És itt már eléggé mélyen vagyunk, már mínusz 32-es szinten, itt már bőven lehetne gyémántot találni, és rengeteg barlangba is beledukadok egyébként. És itt a csákányunk, ahogy nézem, bedrockig lement. Hú, ez nagyon durva. Ide nyomok még egy ilyen képességet előre, és megyek ebben az alagútban, hát ha erre fele talált nekem esetleg gyémántot. Oh, találtunk gyémántot! Igen, nagyon jó. Tudtam, hogy meg fogja ez érni, hogyha erre jövünk. Itt van 2 darab, és nem tudom, mennyi van még itt a falba, de amúgy összesen 4 darab kéne a következő fejlesztéshez. De amúgy egyéb kraftolásokhoz kell majd még gyémánt, szóval lehetséges, hogy amúgy érdemes lenne egy picit többet kiszednem, meg amúgy lehet, hogy jó lenne, hogyha gyémánt eszközöket is csinálnék, szóval
lehet, hogy kicsit többet kellene farmolnom, viszont nyilván azért ez nagy munka lesz. Júj! De hogy lesz nagy munka? Három ilyen gyímán csoport van itt egymás mellett, és mindegyikbe belelukadtam. Na jó, ez azért ez borzasztó mázli. Mert alapból ezzel a csákányon nem nehéz azért gyémántot bányászni, de hogy ilyen sokat találok ilyen hirtelen, erre nem számítottam őszintén. És vanam 19 gyémánt, hogy ebben egy teljes szett nem jön ki számomra, de azért meg tudjuk csinálni egy következő szigonyunkat, ami viszont nagyon-nagyon durva lesz, és nagyon kíváncsi leszek el, hogy mi lesz a képessége. Szóval emiatt fejebbi, mi? Itt hagytam már gyémántokat, csak nem vettem észre, Jézusom, hát akkor még több gyémántunk van, mint én azt gondoltam. Jó, ki is ütöm ezeket az aranyokat, mert szükségem lesz aranyra is, és elvileg egy lazuli blokkot kell még csinálnom. És hogyha egy darab aranyam ki is sül, ami már meg is van, akkor elméletileg megvan mindenünk ahhoz, hogy megcsináljuk a szuper szigony egyes szintet. Igen, megvan a normál szigonyunk, és így meg tudjuk csinálni a szuper szigonyt. Ezt nézzétek, emberek, hogy hogy néz ki a kezembe. Rengeteg szigony van itt a kezembe egyszerre, és egy nagyon durva képessége van ennek, hogy ezzel kattintgatunk, akkor folyamatosan szigonyokat lő ki. És ez már egy brutálisan jó fegyver, és hetet se vesz, tehát ez már simán jobb, mint a kardunk jelenleg, mert ezzel alapból eléggé gyorsan tudunk ütni. Szóval, mint egy kard is eléggé jól tud funkcionálni, viszont ami még sokkal jobb, az ez a képesség, hát ezzel le tudunk találni bármilyen mobot, ami jön ellenünk. Na például ott van valahol egy szkeleton. Aha, például most el is találtuk. Nem nagyon látom, mert itt elég nagy sötétség van. Jó, mindegy. Lejövök csak, hogy megnézzem, hogy milyen sebzése van ennek. Gyerünk, 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 és azért eléggé könnyedén meg tudtam ölni. Jó, mondjuk azért figyelni kell, mert minden csak a hatótávja ennek még. Persze későbbi szigonyoknak még nagyobb hatótáva lesz, meg majd lesznek még durvább képességei. Szóval ez még csak a kezdet, emberek. Viszont van itt még egy kraftolás, amit meg tudunk csinálni, pedig nem más lesz, mint egy iránytű. Igen, egy falu iránytű. Ehhez szükségünk van a szuper szigonyunkra, viszont amikor megkraftoljuk, megmarad a szuper szigonyunk. És annyi a lényeg ennek az iránytűnek, hogy ha kattintunk vele, akkor kiírja egy bizonyos föld alatti falunak a koordinátáit. Ezekre a koordinátákra kell elmennünk ahhoz, hogy a szuperszigonyunkat tovább tudjuk fejleszteni, mert a jelenlegi állapotában még viszonylag gyengének számít, tehát ennél még csak durvább szigonyok lesznek, igen. Az viszont óriási probléma, hogy ez mind a két irányba, hát ilyen 4000 per 2000 blokkra van, tehát azért eléggé messze van innen. Mindegy, én nekem ezt az utat muszáj megtennem ahhoz, hogy tovább tudjuk fejleszteni a szigonyomat. És megint este van, de nem baj, megpróbálok aludni valamennyire biztonságban, nem tudom, hogy ez mennyire kivitelezhető ugyan. Ja, itt egy zombi, nem baj, van nálam szuper szigony, és ezzel simán le tudom sorozni, tehát semmit nem ér el. Meg egyébként van egy csomó gyémántom, szóval lehet, hogy kellene csinálnom, hát valamekkora gyémántszetet, nem akarom az összes gyémántomat amúgy így páncélre használni, mert akarok majd valamennyi eszközt is, például csákányt, vagy valami ilyesmi, de mondjuk így nem rossz, hogy félig gyémánt és félig vas szettem van. No, de ez az iránytű szerint nagyon messzire el kell mennünk innen, hát 4000 blokkot abba az irányba, és még 3000-et abba az irányba. Szóval én akkor most szerintem útnak indulok. Há, gyere pók, igazából mit élsz ellenem és a szuper szigony mellé. Jaj, ne! A napraforgó az nagyon tud minket counterölni, mert hogyha rákattintunk, akkor a napraforgót ütögetjük, ahelyett, hogy igazából a szuperszigonyunkkal lövöldöznénk. Itt viszont találtam ilyen armadillókat, ezek ilyen kis tatúk, igen, ezek az új mobok a Minecraftban, ezeket még sose láttam, amúgy nagyon aranyosan néznek ki. Mert nagyon messze vagyunk a megadott koordinátáktól, viszont találtam itt közben egy pillager outpostot, és elég jól ki tudnánk próbálni, mit tud el a szuperszigonyunk például a pillagerek ellen. Úgy nézem, a hatótávolsága nem olyan nagyon durván nagy, de azért eléggé gyorsan le tudjuk itt sorozni a pillagereket. A sebzésre is az eléggé durva. Tehát egy három ütésből simán megölünk egy pillagert vele, mert a hetet sebez. Na de igazából semmi dolgunk nincsen az outpostnál, szóval megyek tovább a kijelölt helyre. Meg találtam itt út közben egy ruined portált, és nem tudom, hogy ennek mennyi haszna lehet számunkra. Hát fajta is egy gyújtó, és végig is már le kell menni a netherbe, szóval ezt fel tudom majd arra használni. Meg van egy szirtácsos kapa. Na de most nem ez a fontos számunkra, menjünk tovább. És ott most át kell kelnem itt egy óceánon. Jó, mondjuk gondoltam, hogy ilyen távot meg kell tennünk, akkor ebbe lesz hajókázás is. És már kezdünk eléggé közel kerülni egyébként a célhoz, ami elméletileg valahol itt van, viszont azt hittem, hogy egy föld alatti falu. Szóval lehet, hogy meg kellene néznem ezeket a barlangokat itt alattunk, mert lehet, hogy valamerre itt van elrejtve ez az épület. Akkor megpróbálok valahogy lejönni ebbe az óriási barlangba, amit itt látok. Hát jön rám rengeteg mob, de nem baj, megsorozom őket ezzel a szigonyommal, igazából sokat nem érnek ellenem. A szíré mínusz 50-es koordinátáknál van, tehát amúgy lehet, hogy használom ki a szupercsákányomat, és ezzel amúgy eléggé mélyre le tudunk menni, eléggé hirtelen. Úristen, mi van itt alattunk? Egy egész ilyen elhagyatott ősi föld alatti falu, és itt vannak rendesen falusiak, meg van rendesen búza is, meg minden itt maradt igazából. És meg kéne keresnünk a klerik falusit, mert azt fogja tudni elcserélni a szuperszigonyunkat egy még erősebb szuperszigonyra, és én arra nagyon kíváncsi leszek, de azért előtt itt felfedezem, hogy milyen házak vannak. Na, úgy nézem, ez úgy néz ki, mint egy sima falu körülbelül, csak egy ilyen föld alatti, mint hogyha egy ilyen óceán belepte volna, vagy nem is tudom.
hallottam itt egy ilyen kis potion főzi hangot. Igen, itt van a klerik falusi. És ezzel a falusival elméletileg igen, 20 smaragdért cserébe el tudjuk cserélni a szigonyunkat egy ilyen szuper szigony 2-es szintre. Viszont 20 smaragdot kellene, hogy szerezzünk valahonnan, és nem tudom, hogy mi lenne a legegyszerűbb módszer. Mondjuk vannak itt lent fák, amúgy nem tudom, hogy vannak itt lent fák, de akkor lehet, hogy ezeket el tudnánk cserélni mondjuk botokra, és akkor a botokból pedig tudnánk smaragdot venni, viszont kellene valamennyi sóder, és nem tudom, hogy ide lent van egy sóder, de szerintem biztos lesz valahol. Hogy ne lenne sóder, itt vannak teljes sóder rakások, jó van, akkor így tudnánk csinálni egy íjászós falusit, és annak pedig el tudnánk adni botokat akár. Jó, csinálok is egy íjászós asztalt, meg amúgy mindenek előtt szükségem lenne, hát igazából rengeteg fára is. Szóval lehet, hogy amúgy kéne csinálnom most egy gyémántbaltát, mert annyi fát ki kell majd, hogy vágjak és bottá cseréljenem, hogy ez lehet, hogy meggyorsítaná itt a dolgunkat. Vagy nem tudom, hogy ezzel a csákánnyal. Ja nem, ezzel a csákánnyal nem lehet kiütni fákat. Ne, ezzel csak olyan blokkokat lehet kiütni, amiket így föld alatt találunk meg alapból is, tehát így bányászható blokkokat. Úgyhogy most ezzel kell így beérnem. Na kivágtam innen egy jó nagy adag fát, tehát nem tudom, hogy ez most egyedül elég lesz, de lerakom ide ezt az íjászós asztalt, és akkor remélem, hogy valamelyik falusi felvesz foglalkozást, vagy nem tudom, vagy nem vesznek fel foglalkozást, mert éjszaka van, jó, akkor alszok egyet, és akkor majd nappal. Na igen, végre lett egy íjászós falusink, és akkor 32 darab botér ad nekünk egy emeráldot, jó, hát nem tudom, mennyi botot tudok ebből csinálni. Oké, már csináltam nagyon sok emeráldot, már 12 darabot, jó, még több botot kell csinálnom, és eladnom még többet, gyerünk, és nem tudok többet eladni, és csak 16 darab emeráldunk van, szóval 4-et még valahonnan kellene szerezni, szerintem, hogy kéne csinálni még egy ilyen íjászós falusit, csak nem tudom, hogy ezt hogyan kellene, hogy megoldjam. Lehet ide rakom, és akkor nem ő fog rámenni, hanem egy másik. Vagy csak frissíti a trédjeit, igen, és az előbbre kopácsolt itt egyet az asztalán, ami azt jelenti, hogy frissített a trédjeit, és így meg is van a 20 smaragd, ami azt jelenti, hogy a klerik falustól meg tudjuk venni a szuper szigony második szintet, és meg is veszem, és ezt nézzétek emberek, ez már 8-at sebez, és még erősebb, viszont ez még csak egy apró fejlesztése az előző szigonynak. A következőt azt igazából talán még nehezebb lesz megszerezni, hát jó, talán nem annyira, mert igazán meg kellett találnunk ezt az egész falut, de kell craftolnunk egy ilyen különleges enchanting asztalt, ezt az elátkozott enchanting asztalt, ami az alapból kell a 2-es szintű szigonyunk, hogy megcsináljuk, de nyilván nem használja ellene, majd megmarad utána maga a szigony. De kell hozzá obszidiánt is szereznünk, és 2 darab gyémánt is kell alapból hozzá. Szóval kellene találnunk egyrészt egy lávatavat, és itt csak láva vizesések vannak. Vagy nem tudom, ezek lehet, hogy ilyen lávatavakból fakadnak. Ja, és ott van gyémánt. Hát azt gondoltam, hogy amúgy kellene még szerezni gyémántot, mert ugyebár kéne egy gyémántcsákány, meg magához az asztalhoz is kellene még 2 darab gyémánt. De végül is ebből a falból valamennyit amúgy ki is tudunk szedni, de hogyha nem, akkor majd ezzel a szuper csákányommal tovább bányászok itt a bedrock mentén, és akkor még több gyémántot fogok tudni szerezni. Viszonylag könnyedén, gyerünk. És amúgy pont van itt 3 darab, ebből elméletileg meg is lennénk. Szóval nem tudom, hogy azokat rendes lávatavak előtte felépítek ide, hogy megnézem, hogy ez esetleg az-e, mert amúgy akkor innen akár a Netherbe is le tudunk majd menni, ha bár ez csak a későbbiekbe kell, és ez valami kis lávatavacska. Lehet, hogy be kellene itt ástam, és megnézni, hogy hát ha van-e itt több obszidián. Hát ez egy eléggé pici lávató, de ott talán nagyobb lávatavak vannak, szóval lehet, hogy inkább átmegyek arra az oldalra, meg amúgy kellene nekem vizes vödör is. Hát ez egy eléggé pici lávató volt itt, úgy szintén 3 darab obszidián sikerült ebből szerezni, már pont annyi kell ez enchanting asztalhoz, de ahhoz, hogy majd lemenjünk a Netherbe, ahhoz azért többet kellene majd szereznem. Na mindegy, akkor szerintem csinálok egy gyémánt csákányt, és kiszednem ezt a 3 obszidiánt innen. Itt van még lent több láva, jó, akkor ezeket is obszidiánnál változtatom. És készítem 13 darab obszidiánt, ami azért kell, mert amúgy 10 darabot leszeretnék majd vinni a Netherbe, hogy majd onnan jöjjek vissza, és ebből a 10 darabból nem itt fogom megépíteni a portát, hanem majd ott. Itt inkább kiöntöm amúgy így lávával meg vödörre, mert az egy picit egyszerűbb. Na mindegy, szerintem amúgy meg is van minden, ja nem, nincs meg mindenem, mert szükségem lenne egy bőr darabra is ahhoz, hogy megcsinálják egy könyvet, mert bár cukornád van ide lent. Ahhoz viszont fel kell mennem a felszínre megönételned, de nem baj, szerencsére, hogy hagytam itt egy ilyen vizesést, és ezzel eléggé könnyedén fel lehet úszni. És itt van is egy tehén, szóval meg tudjuk szerezni a szükséges mennyiségű bőrünket, jaj, ne esteledik be, szóval szerintem alszok itt egy gyorsan. És így most meg tudjuk craftolni a 3 cukornádból és az 1 darab bőrből a könyvet. Így le tudunk tenni 3 darab obszidiánt ide, ide pedig 2 darab gyémántot, mert pont annyi van, és középre a szuper szigonyunkat, és így megkapjuk az elátkozott enchant asztalt. És egy probléma van ezzel az elátkozott enchant asztallal, hogy ebbe tudjuk majd megszerezni a következő szintjét a szuper szigonyunknak, de ahhoz, hogy megszerezzük ezt, ahhoz kellene nekünk 30 XP szín, és hát bőven nincs annyi egyelőre, szóval muszáj leszek XP-t farmolni még valahogyan, viszont arra jutottam, hogy az egyetlen opció az, hogyha lemegyünk a Netherbe és szerzek Nether kvarcot, mert az egy eléggé gyors módja az XP szerzésnek. Viszont találtam itt egy jobb lávatavat, szóval ezt fogom inkább használni arra, hogy megépítsem itt a portált.
És itt akkor mehetünk is le a netherbe. És egy ilyen sima netherways bajomba spawnoltam, ami azért jó, mert itt van rengeteg nether kvarc, és hát így, hogy ezeket kibányászuk, akkor szerintem előbb-utóbb meg lenne a 30-as szintünk. Igen, már 19-es szintet el is értük, így eléggé gyorsan lehet fejlődni. Nem tudom, hogy a netheres érceket ki lehet, oho, ki tudjuk ezeket bányászni, de a csákánya is, azt nem tudom, hogy ebből kapunk-e XP-t, és ugyanúgy kapunk vele XP-t is. Júj, ez nagyon jó, akkor inkább ezt a szigon csákányt használom arra, hogy itt mindent kibányászok magam körül. Új, az egy csomó XP lekerült még ide. A nether arany az nem tudom, hogy ad-e XP. Igazából ez szerintem nem ad XP-t, hanem szinte alig ad valamit. Meg is lett a 30-as szintünk, azzal kiszedtük ezt a pár darab nether quartzot itt, még tök király. Így most említettek, hogyha leteszem ezt az elátkozott enchanting asztalt, és beteszem a 2-es szintű szigonyomat néhány darab lapis lazurittal, akkor megkapjuk a 3-os szintű szuper szigonyt. Nézzétek, ez a még hosszabb ilyen kijó. Micsoda, hogy kilőjük még villámokat is szól, és ahogy nézem, looting 5 van rajta, ami azt jelenti, hogy ezzel megölnénk egy endermant, akkor eléggé sok enderpearl dobálna nekünk. Nem tudom, hogy kéne kerestem egy fortress-t útközben, szóval folytatom az utamat ebbe az irányba. És találtam is egy fortress itt, amúgy nem is annyira messze, viszont kék erőt is kell majd még szereznünk, szóval ez nem minden, nem baj, akkor felmegyek és megölök pár darab lészt. Nem hiszem, hogy sokat meg kéne ölni, mert a szigonyunkon zsákmányolás 5 van, ami azt jelenti, hogy ha pár darabot megölünk, meg is lesz a 8 darab blazewood, az biztos. És itt van az első darab blazünk, és meg is öltem, és nem dobott blazewoodot, pedig zsákmányolás 5-ünk van, vagy lehet, hogy csak leesett a földre, nem láttam rendesen. De nem baj, mert itt van egy rendes blaze spawner is, gyerünk, oké, ezeket most ki kell írtam, csak az a baj, nem nagyon tudok szigonyokat kilövöldözni rájuk, mert akkor nincsen zsákmányolás. Meg mi? Megöltem két blaze, és meg is van 8 darab blazewood. Jó, hát akkor szerintem igazából el is hagyhatom ezt a helyet. Jó, nem amúgy megölök még egyet, hogy azért legyen még több blazewoodom, hogyha már ilyen könnyű őket szerezni. És meg is van, hát már 10 darabon van. Oké, most már csak egy kék erdőt kellene keresni itt a netherben belül. Ja, de amúgy rájöttem, egy kicsit több blazewoodra van szükség, mint eredetileg gondoltam, és mindjárt megmutatom nektek, hogy miért. Azért, mert fogjuk tudni fejleszteni a szigonyunkat még 3-asról 4-es szintre is. Ó, és időre szkeleton, nem baj. Konkrétan két lövésre meg tudtuk ölni, mert villámcsapás van ezen a brutális szigonyom. Itt egy vidör szkeleton, gyerünk, ennyi, úristen, nagyon könnyen meg tudjuk ölni a gáztot, úristen, azt is nagyon. És összeszedett 16 darab blazewoodot, jaj, ne, húst, most nagyon sok blazewood van, de nem, oda belövök egy ilyen szigonyt, és villámcsapással meghalt az egyik, jó, hát nem haltunk meg, gyerünk, menjünk innen, gyorsan, hiába van egy ilyen erős fegyverünk, az, hogyha nem vigyázunk a blazekkel, meg tudnak minket ölni eléggé könnyedén, de nem baj, hogyha innen hátulról lövöldözöm őket, akkor pillanatokon belül brutálisan meghalnak. Oké, az első dolog, amit viszont most meg kellene, hogy csináljunk, az nem más, mint a szigonyom továbbfejlesztése, igen, tovább fogjuk fejleszteni a szuper szigony 3-as szintet, szuper szigony 4. szintén, és ezen a szigonyon nem csak zsákmányolás, hanem szikrából pattant 5 is van. Ami azt jelenti, hogy ha megütünk vele egy mobot, ez valószínűleg a haláláig égne, hiszen a szikrából pattant 5-ös enchant az óriásinak számít. És találtam is egy kék erdőt, már csak endermeneket kéne keresni, viszont ilyen lootinggal szerintem csak néhány endermant kell megölnünk ahhoz, hogy megszerezzük a megfelelő mennyiséget. Jaj, viszont, hogy hátba támadik. Viszont nagyon jó, hogy van szikrából pattant így a szigonyunkon, mert így azért tényleg pár ütésre meg tudjuk ölni az endermeneket. Gyerünk, és meg is van az első, nézzük, hogy ez mennyit dobott. 2 darabot. Ami amúgy eléggé soknak számít, mert endermenek azért eléggé ritkán dobnak ilyen nagyobb mennyiséget. Sőt, egyet is eléggé ritkán dobnak, szóval ezzel nagyon-nagyon jól jártunk most. De itt van a következő. Ne, az a baj, elteleportálnak egyből, amit beléjük ütött. Gyerünk, megvan! Oké, már 4 darabban. Hello, Enderman! Ó, ez micsoda? Ez 6-ot dobott az elő! És megvan a következő, ami csak egyet dobott, jó, az nem jó, gyerünk, hiszen ez az Enderman, ezzel együtt már meg kell, hogy legyen, és nem, még csak 13 darab van, még kell 3. Na ez lesz van az utolsó Endermanünk, nézzük meg, és igen, ez lett az utolsó Endermanünk, úristen, ez nagyon sokat dobott, nézzük csak meg, itt még van 3 darab, nagyon jól jártunk így. Illetve azzal is nagyon jól jártam, hogy hoztam magammal 10 darab obszidiánt, így nem kell visszamennünk a portálunkhoz, hanem csak építek ide egyet, és akkor random valahol visszakerülünk a normál világba. Oké, be is gyűjtöm, és reménykedek benne, hogy nem a bedrock közelébe fog engem most dobni. És szerencsére a felszínre dobott, nagyon király. Amúgy van még egy kraftolás, amit meg tudunk csinálni ezzel az új szigonyunkkal, amit még nem akartam annyira megcsinálni, de viszont eléggé fontos lesz számunkra. Ami pedig nem más, mint a bánya iránytű, amit itt tudunk megcsinálni ezekkel a cuccokkal. Ugyanúgy megtartjuk vele természetesen a szigonyunkat, de van egy új iránytűnk, ami kiír nekünk új koordinátákat. És ezeken a koordinátákon meg fogunk tudni találni egy ilyen elhagyatott bányát, ahol elméletileg ilyen különleges érsz, amiből meg fogunk tudni csinálni egy különleges páncélt, meg abban is fogjuk tudni fejleszteni tovább a szigonyunkat, szóval nagyon fontos ezt megtalálni nekünk. Mondjuk ez egy kis apró, csak a probléma, hogy brutálisan messze van tőlünk ez az épület, de nem baj, azért annyira messze nincsen, mint amikor a faluért kellett elmennünk, szóval viszonylag amúgy még így is jól járunk. Egy olyan 4000 blokkot kell elmenni ebbe az irányba, és ahogy nézem, egy részét hajózni fogjuk, ami eléggé gyors. És itt közben találtam egy falut, ami azért lenne jó nekünk, mert eléggé kifogyóban vagyunk a kenyerénkből, szóval kellene szerintem kraftolni még egy csomót, nem tudom, hogy lesz itt viszont szalmabála. És nem mondtam, hogy egy darab szalmabála nem volt ebbe az egész faluba, jó, mindegy, hogy vannak itt tehenek. És igazából van nálam egy ilyen olyan szuper szigony, ami van szikrából pattant és zsákmányolás, tehát hogy ezzel megölök egy tehenet, akkor elméletileg nagyon sok hús kell
kellene, hogy dobjam. Szóval lehetséges, hogy akkor mostantól váltani fog. Mi? Valami rejtőznek az enchantok a szigonyokról. Jó lehet azért, mert megcsináltuk az iránytűt, nyilván azért nem lehet ezekkel az enchantokkal se örökén. Mindegy, amúgy lehetséges, hogy majd a későbbiben visszakapjuk. De az a lényeg, hogy most van nálam még 8 darab hús, az valamennyire azért elegendő lesz. De csak találtam egy új falut, és itt most már van végre szalmabál, szóval ezzel nagyon jól járunk, meg amúgy este eddig, szóval alszok itt egyet. És ebből tudok még csinálni 42 kenyeres, sőt, többet is, ahogy nézem, mert még valat 63 búzám. Pont, sőt, 64 plusz 10 kenyeret tudtam csinálni. Ez amúgy elég lesz, szerintem eléggé sok időre, szóval így mehetünk is tovább. Na, ki is hajóztam a megfelelő koordinátákra nagyjából, és elméletileg valahol itt van alattunk, mert mínusz 38-as szinten van, viszont hát nyilván egy óceán közepén vagyunk, ez egy ilyen óceán alatti elhagyatott bánya. Nem tudom, hogy hogyan kellene itt leásnunk, lehet, hogy meg kellene próbálnunk ezt a csákányt használni. Jaj, de hogy ez így nem tudom, hogy működik-e víz alatt. Ha működik igazából víz alatt is, eléggé lassan érkezik le maga a csákány. Jó, nem vagyis benne vagyunk ebben a nagy gödörben. És hogyha itt így oldalra elássuk a csákánnyal, elméletileg akkor itt most oké, itt most éppen most olyan helyen vagyunk, ahol igazából kapunk levegőt. Tehát itt ki tudom fákézni a helyet, és most nem vagyunk itt a víz alatt. Mondjuk itt erre ledobom a csákányomat mégis, akkor ez leás valamilyen járatot, és akkor lehet, hogy bele fogunk lukadni ebbe az elhagyatott régi bányába. És kicsit találtam gyémántot is, miközben itt ástam előre. Jó, nem tudom, hogy erre mennyire van szükségem. Bár igazából nincs teljes gyémánt szedtem, szóval igazából lehet, hogy craftolok bele valamit. És meg is találtuk ezt a bányát, és meg is vannak itt az első ilyen új érceink, ami nem tudom milyen érce. Ez ilyen óceán érc. Ú, és itt van egy eléggé nagy szoba, tele ilyen ércekkel. Na jó, ez nagyon király. És van itt egy ilyen újfajta blokk is, ebbe fogjuk tudni majd megépíteni a Poseidon dimenzióba elvezető portált is. Jaj, 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 menjetek innen, menj innen, menj innen. Ezt a rengeteg bobot igazából pillanatok alatt el tudtam pusztítani. Jó, egy csomó ilyen portáblokot is ki kell szednem, meg ezekből az ércekből se ártana azért egy nagy adagot elhozni. Majd a ki is bányáztam már szinte egy stack ilyen óceáni érzet. Nem tudom, hogy ebből mennyit kellene elhoznom, de mindjárt megnézem a kraftolásokat különben. Oké, ahogy nem tudunk csinálni egy ilyen óceán páncélt ezekből az ércekből, viszont ez kellene mindegyikhez egy gyémántlok, hát az még bőven nincs meg nekünk egyelőre. Illetve a szuper szigonyunk 5. szintjére való emeléséhez is szükség van erre, és ez meg is van nekünk, emberek. És igen, erre visszakaptuk az enchantokat. Meg amúgy megtartottuk ezt a szigont, és mindegy, erre már nincs szükség, mert megvan a szuper szigony 5. szintje. Jézusom, ez már 11-et sebez, ezt el is pusztítom. Ugyanúgy visszakaptuk ezeket az enchantokat, amiket ugye bár elvesztettünk azzal, hogy megcraftoltuk ezt az iránytűt. Na de én meg szeretném csinálni ezt a teljes óceáni páncélt is, viszont ez gyémántokat kellene bányásznunk, és amúgy vagyunk elég mélyen ahhoz, hogy gyémántot bányásznunk szerintem, szóval használom a szuper csákányomat, és akkor folytatom a bányászatot. Mondjuk szenem az nagyon nincsen, és én most nem tudok fáklyákat csinálni, szóval kisütök itt szerintem néhány darab fát, és akkor így ezzel meg tudom oldani. Ó, és ahogy már eldobáltam itt a csákányomat, egyből találtunk is gyémántot. Jó, de most sok gyémánt blokkra lesz szükségem, szóval azért itt még össze kéne gyűjtenem egy-két dolgot. Ó, és itt ebben az alagútban még találtam gyémánt. És még többet, nem tudom, hogy amúgy így össze fogjuk-e tudni szedni pillanatok alatt ezt a 30-at. Sőt, itt 8 darab van, nagyon jó. És még több gyémánt belelukadtam itt, hát már 36 darab van pontosan. Nem tudom, lehet, hogy még amúgy ások egy keveset, hogy legyen plusz gyémántam, hogyha még nem tudom, akarnék eszközöket csinálni. Habár, hogyha meg lesz ez a páncél, akkor teljes páncélra már nem lesz szükségem. És még több gyémánt. És jó, itt még találtam 8 darabot egyszer, mert a földre is felszedtem valamit. Oké, most már 48 darab gyémántam lesz itt, hogyha ezt kiszedem, vagy igen, pont 48 darab, akkor jól számoltam. Ennél többre már nincs szükségem. Szóval most, ha meg vagyunk mindennel, kell csinálni 4 darab gyémánt blokkot, és ebből fogunk tudni csinálni egy új teljes páncélat. Ott, hogy egy kicsit kiürítem itt az inventorimat ezektől a blokkoktól, és akkor megcsinálom először a melvértet, utána a nadrágot, az óceán cipőket, és az óceán sisakot is, és szerintem ki is dobáltjuk ezt az egész szettemet, hogy Jézusom, plusz 15 páncél meg ilyeneket ad, ez valami egészen brutális, jó, felveszem ezt az egész szettet, Jézusom, milyen erőket kapunk, hát ezzel brutál gyorsak leszünk a víz alatt meg ilyenek, és vannak nálunk ilyen óceán portál blokkok, de az a baj, hogy még nem fogjuk tudni megcsinálni az óceán portált, mert meg tudjuk csinálni, csak hogy nem tudjuk begyújtani, mert ahhoz, hogy a gyújtóját megcsináljuk az óceánportának, ahhoz le kell győznünk a sárkányt, hiszen kell hozzá egy sárkánytojás is, szóval egy pisztont is kell vinnünk az endbe, habár igazából azt fogok tudni vinni, mert amúgy lesz nálam redstone, vagy meg kéne próbálni ezzel a sárkányjal kiásni. Oké, így dobtam el, és akkor így most eléggé magasra felment, nagyon jó, habár most nagyon laggolunk, mert tele van itt itemekkel az egész világ, ja nem, csak itt így itt volt egy ilyen fölösleges blokk, oké. Meg ahogy ásunk felfele, még több gyémántot találok, ezeket már tele nem tudom, hogy elhozom. Van rajtunk alapból ilyen haste, nem tudom mennyi. Hát ezzel nagyon-nagyon gyorsan tudnánk bányászni, viszont már bányászni nem fogunk valószínűleg. És itt most van egy kis víz, de igazából a vízben nagyon-nagyon gyorsan tudunk úszni, meg igazából végtelenség tudunk lélegezni, mert minden rajtam van, ami csak ehhez szükséges lehet effekt. Hello, ellenséges mobok, csak nem meg szeretnétek halni a szuper szigonyom által. És itt már homok van, ami azt jelenti, hogy ki is lukadtunk valami kis partra, amúgy nagyon-nagyon gyorsan tudunk úszni alapból a vízbe. Viszont egy képességet még nem mutattam meg az 5-ös szintű szigonyunknak, mert igazából idáig csak azt láttátok, hogy jó, amúgy visszakapta az enchantokat, meg hogy egy kicsit többet sebez. Hogyha shift-tel kattintunk vele, akkor tudunk vele repülni konkrétan. Igen, közben a kamerát nem tudjuk mozgatni, mert amúgy ez egy ilyen negatív adottság.
drága a repülésnek, de konkrétan oda nézünk erre a hegyre így, és így fel tudunk repülni ennek a hegynek a tetejére, és fel is kerülünk, ja nem, mellé dobtam, de a lényeg, hogy fel tudnánk kerülni, sőt, hogyha így nyomom mondjuk, így például le is tudunk szállni rá, és meg is másztuk ennek a hegynek az oldalát, jaj, nem most pont felfele nyomtam, ami azt jelenti, hogy most igazából visszakerültünk ugyanoda vagyunk. Szóval elég nehéz irányítani, de ez egy eléggé jó képesség tudnám lenni, tehát hogyha előre dobjuk például, akkor nagyon-nagyon gyorsan, akkor nagyon-nagyon távot meg tudunk tenni, nagyon hirtelen egyébként. De egyébként ahhoz, hogy megszerezzük a 6-os szintű szigonyt, ahhoz kell sárkány tojás is. És a 6-os szintű szigonnyal fogjuk tudni majd megcsinálni azt a gyújtót, amivel majd le tudunk menni a Poseidon bosshoz. Igen, de erre nem állunk készen, mert kéne sárkány tojás. Szóval meg kéne keresnünk a strongholdot első körben. Úgyhogy csinálok mondjuk egy 10 darab Iofendert így kezdésképpen, és akkor nézzük meg, hogy melyik irányba kell mennünk, abba az irányba. Ugye szerintem repülve elindulok abba az irányba, hogy nagyon gyorsan tudunk, hogy egy picit így ebbe a szögbe dobom, akkor nagyon-nagyon gyorsan tudunk viszont ezzel közlekedni, és nem is nagyon sebződünk közben, szóval ez borzasztóan erős. És így leszálltam erre a fára, és erről a fáról pedig átszállok erre a következő fára, és innen pedig megyek még előrébb. Jézusom, de jó! Úgy, szóval most majd előttünk egy hegy, szóval picit nagyobb szögbe kellene itt most felszállni, és simán át tudom ugrani a hegyet, nagyon erős ez az új szigony. Nézzük meg viszont, hogy most, ha most már totálisan másik irányba kell menni, akkor elindulok abba az irányba, és most próbáljuk meg, most megint vissza kell menni, oké, az azt jelenti, hogy már eléggé közel vagyunk. Jó, itt próbáljuk meg, most megint a másik irányba, oké, már szinte itt vagyunk a tetején. És itt nagyjából középtájt ledobom, nem még mindig vissza. Igen, itt le is indult az Eye of Ender, szóval valahol itt le kellene, hogy ássak. Ezt az Eye of Endert azért még csak visszavadom, és kb. Itt jött vissza, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy ez a legjobb pont arra, hogy leássunk, vagy csak azt nem ezt. Ja, nem ezt akarom mondani, hanem a Super Chakra. Jaj, de azért ezt nem dobom el akárhogy, mert még a végén meghalunk full damage-be. Igen, lefele is lehet ezzel eléggé gyorsan haladni, szóval lehet, hogy inkább ezzel találom meg a Strongholdot. Oké, és be is lukadtam a Strongholdot pillanatokat, ezzel a Super Chakra nagyon könnyű volt ezt megszerezni. Jó, mindegy, akkor szerintem keressük meg a portát itt valahol. És meg is van a portál, nagyon-nagyon király, oké, akkor ezt most kiszerem gyorsan. Vannak itt amúgy Silverfishek, azokat lehet, hogy így villámcsapással a legegyszerűbb megölni, meg ezeket ismerem, nagyon picik és nehéz őket eltalálni. Oké, hát ezeket ugye eléggé hamar kiirtottam. És mi? 4 szem volt a portálban. Nem is tudom, hogy mikor volt ilyen sok szem a portálomban utoljára, mert általában vagy egy van, vagy nulla. És akkor ez itt tök jó. Na mindegy, akkor be is gyújtottam ezt a portát, és hát az első küldetésünk, hogy legyőzzük a sárkányt akkor. Oké, és menjünk is szépen le az endbe. Ó, most itt spanoltunk eléggé mélyen. Jó, nem baj, akkor szerintem megpróbálom egy feldobni a sárkányomat valahogy ebbe az irányba. Nem minden szögben működik ez az ilyen hosszú dobás, de ebbe a szögben működik. Igen, egy picit jobban úgy kijönni, és megpróbálok amúgy így kirepülni a szigonyba. Nem, amúgy, az veszélyes tud lenni, most jöttem rá. Szigonyunkkal nem szabad annyira itt repülgetni az endbe, mert hogyha véletlenül ledobom a semmibe, akkor óriási bajok lesznek is. Mi ez a vibrálás? Nagyon furcsa ez az egész end textúra. De mindegy, arra vagyok kíváncsi, hogyha feldobálok oda ilyen szigonyokat, és lecsapod oda a villám, akkor ez vajon kiüti az end kristályokat. Próbáljuk ki annál, és igen, kiüti az end kristályokat, ami azt jelenti, hogy pillanatokat tudok végezni a sárkányjal így. Nem tudom, hogy a 2-es kristályt oldalról találom, és becsapod oda a villám, akkor azért... Oha, nagyon jó! Jó, gyerünk, már csak az az oszlop váltra, meg még azt hiszem, hogy az az oszlop, igen, onnan még nyeri az életelejét, de most már nem tudja nyerni onnan is az életelejét. Elpusztítottam az összes kristályt, emberek, gyerünk, end sárkány, most nem tudom, meg kellene próbálnom innen lentről valahogy a szigonyommal megölni. Olyan sokat sebez a szigonyom, hogy igazából szerintem ez gyerekjáték lehet, igen, el is tudom találni időnként, nagyon jó. Hát az a baj, nem olyan könnyű célozni ezzel, hogy ennyire az égbe van a sárkány. Jó, de el tudom találni. Mert hogyha oszlopot célzem, akkor folyamatosan csap a villám, és azért ez elég sokat belesebez. Nagyon jó. Most nézem, hogy azt a kristályt nem pusztítottam el ott annak az oszlopnak a tetején, szóval most már az is megvan, nagyon király. És közben nagyon sebzem a sárkány, gyerünk, mert a fél élete megvan, és még lesz a szád egyszer sem. Brutálisan erős ez a szigonyunk, úristen, és ez még csak a 4-es szintű, vagy az 5-ös szintű, lesz még 6-os szintű, és lesz még a végén Poseidon szigonya, amit majd meg fogunk tudni kraftolni, hogyha legyőzik Poseidon. És gyerünk, mindjárt megvan a sárkány. Mi most eltűnt a sárkány, hol van, pedig alig van élete, már csak egy kevésszer kéne megsoroznom, és akkor meg is lenne. Most szállna le, nem, még nem fogom engedni, leszáll, és meg is öltük a sárkányt ennyiből. Emberek, ez borzasztóan egyszerű volt így. Jó, de igazából még nem végeztünk, mert le kell még majd győznünk Poseidont is, ez még csak az első boss volt így a játékunk során. És ott is van a sárkány tojás, hát ezt kéne csinálnom egy pisztont egyébként. Remélem azért van nálam minden ahhoz, hogy ezt megcsináljam. Oké, szóval vaskel, redstone, meg fa, és amúgy van nálam minden. Oké, hála az égnek, hoztam mindent, amire csak szükségem lehet. Egy darab piszton, meg az egyszerűség kedvéért mondjuk egy redstone blokk, mert ezt így most így elég egyszerűen meg tudom csinálni. És ezt a piszton be is aktiválom ez a redstone blokkal. Jaj, mellé raktam, oké, akarom mondani, beaktiválom ez a redstone blokkal, és meg is kaptuk a sárkány tojást. És ez azért borzasztó a jó számunkra, mert ezzel a sárkány tojással együtt, meg 2 darab ender pearl-lel együtt meg tudjuk csinálni a szuper szigony utolsó szintjét. Gyerünk, mindent berakok helyére, és meg is van a szuper szigony 6-os szint. A szuper szigony 5-ös szintünk is megvan, de nem baj, ezt elpusztítom, mert erre már semmi szükség. És micsoda, hogyha ezt a kezembe tartom, van plusz 5 darab szívünk már, és 12-t sebez. Ez egy brutálisan erős szigony. De az, ami még sokat fog dobni ezen a szigonyon magán, az az, hogy ha így berakjuk a crafting table-be ezt a két dolgot, akkor meg tudjuk csinálni a Poseidon dimenzió begyújtót, és ezzel le fogunk tudni menni a Poseidon dimenzióba. Na mindegy, amúgy előtte szerintem visszatérek így a normál világon, mert itt kellene valahol megcraftolnunk szerintem ezt a portált. Nem is tudom, hogy most éppen melyik faluba
kerültem, ahol aludtam lehet így útközben, amikor mentem ugyebár ahhoz a bányához, na mindegy. A lényeg az, hogyha most megépítem ezt a portált, amihez ugyebár összegyűjtettem a megfelelő portál blokkokkal, így nébe is fejeztem, jó, plusz egyel több blokkot szereztem, és úgy nagyon jól néz ki a portál, de lényeg az, hogy be tudom gyújtani, és így le fogunk tudni menni Poseidonhoz. Hát az a baj viszont, hogy Poseidon az egy nagyon erős boss, szóval valahogyan úgy kellene ezt az egészet intéznünk, hogy ne halljunk meg. Nincs olyan aranyal már meg ilyenek, mondjuk eléggé sokat tudok regenerálódni alapból, meg amúgy ha kezünkbe tartjuk ezt a szigonyt, akkor alapból felmegy az életünk eléggé durván. Szóval lehet, hogy úgy kéne intéznem ezt a dolgot. Igen, hogy a másik kezembe így veszek kaját, és akkor így folyamatosan tudom magamat regenerálni. Mert hogyha leveszem a kezemet erről a szigonyról, akkor eltűnik ez a plusz 5 életem. És erre a plusz 5 életre lehet, hogy szükségem lesz a Poseidon bossnál. Csak az a baj, hogy folyamatosan kajánom kell közben, szóval lehetséges, hogy amúgy nem ártana kicsit így kajánom, és akkor így felregenerálódnék teljes mértékben. Oké, és fel is regenerálódtam teljesen, hát szerintem teljes mértékben készen állok arra, hogy lemenjek a Poseidonhoz. És nem tudom, hogy igazából most így lemegyek, és egyből itt van, itt, úristen, itt van, oké. Meg kellene próbálnom talán közelharcba neki menni, gyerünk, nagyon sokat sebez, távolharc inkább, lehet, hogy a villámokkal kellene inkább hátrább löknem, oké, most kicsit hátrább jövök, most nyertem magammal ezzel egy kis időt, megpróbálok regenerálódni, ott van a vízbe, és tud úszni meg minden, Jézusom, mekkora, én azt hittem, hogy körülbelül akkor lesz, mint mind, hát ez valami, nem is tudom mennyire magas, nagyon nagyra nőtt ez a Poseidon. A víz alatt kellene lehet vele megküzdeni, mert amúgy vannak víz alatti erősségeink, gyerünk, ne, nagyon sokat sebez, oké, hátrálok, hogyha nem lenne ez a plusz 5 életünk, már szinte meghaltunk volna, nem egyszer. Jó, most kicsit regenerálódtam, most meg kell próbálni visszamenni Poseidon, gyerünk, úristen, nagyon sokat sebez, jó, megpróbálom hátrább lökni, jó, meg regenerálódtam egy kicsit, amikor a víz alatt van, akkor valamennyire tehetetlenek tűnik, ha bár az érdekes, mert pont Poseidon, oké, amikor közel megyek hozzá, egy picit tudunk belesebezni, amikor távol vagyunk tőle, akkor viszonylag ártalmatlannak tűnik, de jaj, viszont vigyáznom kell a villámmal, magamat is sebzem, jó, gyerünk, Poseidon, gyerünk, ne, no, nagyon kevés élete van, gyerünk, és ez a villámcsapáson megöltük, és ki is dobott itt egy valamilyen ilyen szigony maradványt, ez itt Poseidon törött szigonya, és hogyha összekraftoljuk ezt a Poseidon törött szigonyát a szuper szigony 6-os szinten, akkor megkapjuk Poseidon szigonyát, ezt nézzétek, aranyból van, és gyönyörű, és Jézusom, 51 sebez, és nézzétek mennyi életem van, hogyha a kezembe tartom, ez valami brutális. Ha ezzel felregenerálódok, gyakorlatilag megállíthatatlan leszek a Minecraft végéig, Jézus, hogy úristen, gyorsan tudunk ezzel ütni dolgokat, nagyon-nagyon erős. Hát emberek, sikerült legyőznünk Poseidont, és megszereztük a legerősebb szigonyt a játékban.